Egy napon nyugtalan álomból ébredtem fel. Mi történt velem? Mi lenne, kicsit még aludnék, és elfelejteném ezt az egész őrültséget? Istenem, milyen megerőltető foglalkozást is választottam. Napról napra. Ez a korai felkelés egészen megbolondít. Más utazók úgy élek, mint a háremhölgyek. A szüleim miatt nem tűrtőztetném magam. Már rég felmondtam volna. Odálltam volna a főnököm elé, és amúgy Isten igazából megmondtam volna neki a véleményemet. Gregor! 3:45. Nem akartál elutazni? Igen, igen, anyám. Köszönöm, már kerek is. És a beteget jelentenék? A főnök biztosan kijönne a beteg segélyező orvosával, aki másfajta embert nem is ismer, csak makkegészséges munkakerülőt. És nem volna ebben az esetben némi igaza? Gregor! Gregor! Mi van veled? Gregor! Gregor! Gregor, nem jól vagy? Szükséged van valamire? Már kész vagyok. Eszem ágában sem volt, hogy kinyissam. És áldottam utazásaimból eredő óvatosságomat, hogy otthon is kulcsra zárok éjszakánként minden ajtót. Gregor, könyörgök, nyisd ki! Itt a cégvezető! Elég volt a látogató első üdvözlő hangját meghallanom. És már tudtam is, ki az. Itt a cégvezető úr, és érdeklődik, miért nem utaztál el a korai vonattal? Nem tudjuk, mit mondjunk neki. Egyébként veled is személyesen akar beszélni. Nyisd ki tehát, légy szíves, az ajtót. Majd szíveskedik eltekinteni a szobádban lévő rendetlenségtől. Jó reggelt, Samsa úr! Bemehet végre a cégvezető úr? Nem. Samsa úr. Samsa úr. Samsa úr. A szüleinek és a főnöknek nevében beszélek. És igen komolyan kérdem, adjon világos magyarázatot. Meg vagyok lepve! Meg vagyok lepve! Te cégvezető úr! Magát nyugodt, azonnal kiítom. Józan embernek gondoltam. Megyek már. Látom csökönyös viselkedést. Megyek már. És nem tudom a dolgot hova tenni. Ami könnyű rosszul lehet. Köszédül és akadályozott meg, hogy fölkeljen. Mert tegnap este is volt valami előérzetem. Csak rám kellett volna nézni. Miért is nem jelentettem be az üzletben? De az ember mindig azt hiszi, hogy átvészeli majd a betegséget, és nem kell otthon maradnia. Cégvezető úr! Kímélje meg a szüleimet. És semmi alapja a szemrehányásoknak, amelyekkel illet. Isten szerelmére! Szíveskedjen ezt közölni, és a főnök úrnak adja át az üzletemet. Olyan évszak nincsen, Samsa úr, amikor egyetlen üzletet sem kötünk. Hallottad, hogy beszél? Olyannak nem szabad lennie. Anna! Anna! Szaladjon azonnal lakatosért! Mégis úgy éreztem, újra bevontak az emberek körébe. És mindkettejüktől, az orvostól és a lakatostól is, kettejük közt valójában semmi különbséget nem téve, nagyszerű és meglepő eredményeket vártam. A szomszéd szobában közben néma csend támadt. Nekiláttam, hogy számmal megfordítsam a kulcsot a zárban. Thank you.
biztosra csak nincsen szükségem. Most pedig azonnal felöltözöm, összecsomagolom a kollekciót és elutazom. Akarjátok? Akarjátok, hogy elutazzam? Látod, a cégvezető úr, nem makacskodom, én szívesen dolgozom. Fárasztó dolog az utazás, de utazás nélkül nem tudnék élni. Gregor! Hova megy cégvezető úr? Az üzletbe? Igen? Az igazságnak megfelelően fog beszámolni. Csak arra kérem, ne súlyosbíts a helyzetemet. Súlyos az már így is. Fogja pártomat az üzletben. Ő is nagyon jól tudja, hogy az utazó, aki az ég nagy részében távol van az üzlettől, milyen könnyen esik áldozatul pletykáknak, véletleneknek és alaptalan vádaknak, amelyek ellen lehetetlenség védekeznie, mert több minden tudomást sem szerez róluk. És ha igen, csak akkor, amikor kimerültem visszatér útjáról. Cégvezető úr, ne menjen el szó nélkül. Mondja legalább, hogy valami apró részletben igazat ad nekem. Szerű álmomból nem sokkal később bizonyára magamtól is felébredtem volna, mert kipihennek és kialudtnak éreztem magam. Mégis az volt a benyomásom, mint a futó léptek, vagy az előszobába vezető ajtó csukodása ébresztett volna. Föl. Csak az ajtónál vettem észre, hogy voltak épp mi csalogatott oda. Valami ennivaló illata volt. De kényes bal oldalam miatt nehezemre esett az evés, ráadásul nem is ízlett. A tej pedig kedvenc italom volt. A húgom bizonyára ezért is tette. Oda. Lám, milyen csendes életet él a családom. De mi lesz, ha most a nyugalom, a jólét, az elégedettség egyszerűen szörnyű véget ér? Semmi baj, semmi baj, semmi baj. Igen. Egyelőre nyugodtan kell viselkednem, és türelemmel, valamint végtelen figyelmességgel elviselhetővé kell tennem a kellemetlenségeket, amelyeket jelenlegi állapotomban akarva akaratlanul okozni vagyok kénytelen. Bizonyosra vehettem, hogy reggelig senki se jön be. Volt tehát bőven időm, hogy zavartalanul gondolkozzam, hogyan rendezem be új életem. De a magas tágas szobában szorongás fogott el, melynek okát nem tudtam kitalálni, hisz a szoba a saját szobám volt, és 5 éve laktam benne. Így töltöttem az egész éjszakát, részben félálomban, de az éjségtől újra meg újra fölriadva, részben pedig gondokba és homályos reményekbe merül.
Vajon észreveszi, hogy ott hagytam a tejet? Vajon hozzá majd más ételt? Ha magától nem, az inkább éjjel halok sem, hogy figyelmeztessem rá. Így kaptam meg minden nap a táplálékom. Egyszer reggel, amikor a szüleim és a cselédlány még aludtak, másodszor az általános ebédelés után. A szülek ugyanis ilyenkor újra elaludtak egy kicsit, a cselédlány pedig a húgom elküldte valamilyen megbízatással. Bizonyára ők sem akarták, hogy éjjel halljak. De talán nem tudták volna elviselni, hogy étkezésemről többet is megtudjanak, mint amennyiről hallomásból értesültek. Talán akkor meg akarta kímélni őket, mitől az önmagában véve ugyan nem nagy szomorúságtól. De hiszen volt részük bőven szenvedésben. Miféle ürüggyel távolították el lakásomból azon az első reggel az orvost és a lakatost. Nem tudtattam meg. A beszédemet ugyanis nem értették, és ezért senki sem gondolt arra, még a húgom sem, hogy én viszont értem az övékét. Csak később, amikor a húgom már lassan hozzászokott mindenhez, kaptam el egy-egy barátságosnak szánt, hogy annak vélhető megjegyzését. Nézd, apa, most mind megette. Nos, azt gondolom, itt az ideje, hogy bizonyos dolgokat megtárgyaljunk. Szembe kell néznünk ennek a különös fejleménynek a következményeivel. Azt hiszem, joggal mondhatom, légy szíves, gyertek ide és üljünk, beszéljük ezt a dolgot egy kicsit. Tehát joggal mondhatom, hogy családunkban tradíció, hogy emelt fővel nézzünk szembe a sorscsapásokkal. Mindezt pedig azért tehetjük, mert a család feje nincs teljesen híján az előrelátás hasznos képességének. Talán emlékeztek még annak idején, amikor családunkat a sors annyira megpróbálta, hogy Gregor fiunknak megkétszerezett erővel kellett dolgoznia. Gondolva a jövőre, mely látjuk mi is sötét jelenné változott, egy kisebb összeget biztonságos állampapírokba fektettem. Ama régi üzlet maradékát, mert Istennek hála, teljesen azért nem veszhet el sem. Istenem, milyen bölcs előrelátás! Mindez persze nem ment föl minket a legteljesebb önmérséklet kötelessége alól. Ez csodálatos! Első ízben tudtam örülni valaminek, mióta fogságban éltem. De apámnak igaza volt. Ez a pénz akkora összeg volt csupán, hogy valójában nem lett volna szabad hozzányúlni. Félre kellett volna tenni rosszabb napokra. A megélhetéshez szükséges pénzt viszont valakinek meg kell keresnie. Az apám már idős ember. Ha egészséges is, 5 éve nem dolgozik, és nem igen bízhat már magában. De hát az idős anyám menjen el dolgozni, aki asztmában szenved. Vagy a húgom keressen pénzt, aki 17 éves, még gyermek, és csak azt kívánhatja neki az ember, hogy úgy éljen, ahogy eddig. Öltözködjék csinosan, aludjon sokáig, segítsen háztartásban, vegyen részt néhány szerény szórakozásban, és mindenek előtt heketüljön. Ha legalább vele tudnék beszélni. Ha megköszönhetem volna neki mindazt, amit értem kellett tennie, könnyebben elviseltem volna a szolgálatait. Így azonban szenvedtem tőlük. Thank you.
Na, mi van, te vinganaj túró? Gyere csak ide. Lenyakazlak. Semmi értelme. Gregor! Jó, jó, jó. Jó, nyugalom. Na, gyere, gyere, gyere szépen. Gyere. A húgom rögtön észrevette, hogy új szórakozást találtam, és elhatározta, hogy minél nagyobb területen teszi lehetővé számomra a mászkálást, tehát eltávolítja azokat a bútorokat, amelyek ebben akadályoznak. Mindenekelőtt a szekrényt és az íróasztalt. Nem lehet látni! Egymagában azonban erre nem volt képes. Apánkat nem merte segítségül hívni, így azután a húgomnak nem maradt más választása, mint hogy egyszer apánk távol létében anyáknak szóljon. Talán mégiscsak jobb volna abba hagyni. Apád nem sokára hazaér. És lehet, hogy ő sem örülne neki. Ő? A bátyád. Istenem! Ne vigyenek ki semmit! Maradjon minden a szobában! Nem mondhatok le a bútorok kedvező hatásáról! Az jobb volna, ha egy pillanatra kimennénk a nappaliba! S ha akadályoznak is az értelmetlen felalámászkálásban, az nem árt! Inkább nagyon is használ! Gregor! Hisz abba a szobába, amelyben egyes egyedül a puszta falak állnak rendelkezésemre. Húgomon kívül bizonyára soha többé nem merne senki sem belépni. Takarodj innen, Gregor! Takarodj innen! Nem szégyelled magad! Gyere! Menj innen! Menj innen! Fúj! Fúj! Mi történt? Anya elájult! Gregor kitört! Na, már már! Mondtam is mindig, de nektek nőknek hiába beszél. Menjél is a helyedre! Menjél innen! Menjél innen, nem érted? Menjél innen! Na, nesze, nesze! Egyél gyümölcsöt, gyere, gyere! Ott az olva! Látom, hogy erre jön, én kergetem erre! Menjél is a helyedre! Az apám lenne még ez az ember. Ugyanaz, aki fáradtan ágyában temetkezve feküdt reggelenként, amikor annak idején üzleti útra indultam. Aki karosszékében ülve hálóköntösben fogadott, amikor esténként hazaértem, és nem is volt képes fölállni, hanem az örömjelől csak a karját tárta szét. Aki ritka közös sétáinkon, egy-két vasárnap évente és a nagyobb ünnepeken, küszködve vánszorgott, beburkolozva öreg kabátjába, óvatosan rakosgatva maga elé kampós botját, és ha mondani akart valamit, szinte mindig megállt és kíséretét maga köré gyűjtötte. Tout suffocant et blême consoleur, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte, de ça, de là, pareil à la feuille morte. Les sanglés longs des violons de latin, blessement. No.
Kinek volt ebben az agyon dolgozott és holtfáradt családban arra ideje, hogy többet törődjön vele, mint amennyire okvetlenül szükség volt? A háztartás egyre jobban összezsugorodott. A cselédlányt mégis elengedték. Egy hatalmas, csontos termetű bejárónő jött most reggelenként és esténként, hogy elvégezze a legnehezebb munkát. Minden mást anya látott el sok varnivalója mellett. Még az is megtörtént, hogy el kellett adni különféle családi ékszereket. De leginkább arra panaszkodtak, hogy a jelenlegi viszonyok között túlságosan nagy lakásunkból nem mehetnek el, mert elképzelhetetlen volt, hogyan tudnának átköltöztetni. Én azonban jól tudtam, hogy nem csak miattam ütközik akadályukba a költözködés, hiszen engem egy néhány lélegző nyílással ellátott megfelelő látában könnyűszerrel elszállíthatnának. Elsősorban más valami tartotta vissza a családot a lakáscserétől. Mégpedig a teljes reménytelenség, és az a gondolat, hogy olyan szerencsétlenség sújtotta őket, mint senki mást egész rokonságukban és ismeretségi körükben. És hátamon a sebb újult erővel kezdett sajogni. Csukd be az ajtót, Gréta! Ekkor már szinte semmit sem ettem. Ha véletlenül épp arra jártam, ahol ki volt készítve az étel, játékból egy falatot a számba vettem, és órák hosszat tartogattam benne. Aztán többnyire kiköptem. Először azt hittem, hogy azért nincs étvágyam, mert a szobám állapota szomorúsággal tölt el. De éppen ezekkel a változásokkal békültem ki hamar. Éjjeleket és nappalokat töltöttem el jóformán alvás nélkül. Néha arra gondoltam, hogy amikor következő alkalommal kinyitják az ajtót, újra kezembe veszem a család ügyeit, úgy, mint régen. Gondolataimban hosszú idő után újra megjelent a főnök és a cégvezető, a kereskedő segédek és a tanoncok, a bárgyuházi szolga, két-három más üzletbeli barátom. Egy vidéki szálló szobalánya, kedves utóemlék. Egy kalaposból pénztáros nő, akinek komoly szándékkal udvaroltam. De egyiküket sem lehetett rávenni, hogy segítsen rajtam és családomon. És örültem, amikor eltűntek. Máskor meg semmi kedvem sem volt, hogy gondoskodjak családomról. Megdühödtem a rossz bánásmódra gondolva. Hugo most már nem törte a fejét, hogy mivel szerezhette nekem különös örömet, hanem reggel és délben, mielőtt elszaladt az üzletbe, septébe betaszított a lábával a szobámba valamilyen ételt, ami éppen akadt. Azután este nem törődve vele, hogy egyáltalán belekóstoltam-e, sepő egyetlen mozdulatával kilökte az ajtón. A szoba kitakarítását, amit most mindig este végzett el, gyorsabban nem is lehetett volna elintézni. Ugyanakkor nála eddig nem tapasztalt érzékenységgel, amely egyébként az egész családot megszállta. Őrködött azon, hogy szobám takarítása az ő kiváltsága maradjon. Egy alkalommal anyánk nagy tisztogatás rendezett a szobámban, de nem kerülhette el büntetését. Nem!
megszokássá vált a családban, hogy azokat a dolgokat, amelyeket máshol nem tudnak elhelyezni, berakják ebbe a szobába. És egyre több ilyen akad, mióta ezek az urak beköltöztek a házba. Ezek a komoly, kőszakállas urak. Kőszakállas urak! Kőszakállas urak! Ezek úgy látszik kínosan ügyelnek a rendre. De nem csak a szobájukban, hanem már itt az egész háztartásban. Különösen a konyhában. Ha haszontalan vagy kivált piszkos holmit, nem tűrnek meg. Feltehető, hogy berendezési tárgyaik legnagyobb részét magukkal hozták. Itt sok minden régi holmi fölöslegessé vált, amit nem lehetett eladni. De eldobni sem akartak. Eldobni sem. Isz. A bejárónőnek talán az a szándéka, hogy alkalomattán egyszer majd visszaviszi ezeket a tárgyakat. Vagy kidobja együtt valamennyit. Valójában azonban ott marad minden azon a helyen, ahol a dobás után földet ér. Ott marad minden azon a helyen, ahol a dobás után földet ér. Uraim, vacsora előtt egy pohár bor, szönyös vagy bármi egyet mehet a tálalásra jön. Vacsora előtt remélem, hogy nem. Bocsánat, uraim, nem zavarja önöket a játék? Azonnal abba hagyhatjuk. Ellenkezőre. Nem jönne be inkább a kisasszony hozzánk, és játszana így bent? Lám, ezek az urak milyen jól táplálkoznak. Én meg majd fölfordulok. Úgy éreztem, most láttam meg az utat, amely az áhítózba keresett, ismeretlen táplálékhoz vezet. El voltam számba, hogy előre nyomulok. Megrántom a szoknyáját, és ezzel jelt adok neki, hogy jöjjön a szobámba egyedüljével. Mert itt senki sincs, aki úgy méltányulna a játékát, ahogyan én tudnám. Soha többé nem engedném ki. Legalábbis addig nem, amíg élek. Egyszerre állok majd őrt szobámnak minden ajtajánál. Menj belé, úristen! Jelentem, hogy ebben a lakásban és családban alkotó visszatosító állapotban a szobámat azonnal felmondom. És természetesen arra az időre sem fizetek, amit eddig itt ötöttem. És fontolóra veszem. Gyere ki ne kifelé! Kifelé innen! Én mondok fel magukat! Nem érdekel, de semmi rendben legyen! Hogy! Kedves szüleim! Ha ti nem látjátok be, én belátom, ez így nem mehet tovább. El kell tüntetnünk innen. Nem akarom ezelőtt a szörnyeteg előtt a bátyám nevét kiejteni, ezért csak annyit mondhatok, hogy meg kell szabadulnunk tőle. Mi mindent elkövettünk, ami emberileg lehetséges volt, hogy elviseljük a borzalmat és gondozzuk őt. De most már nem mehet ez tovább. Ez igaz, de még mennyire, hogy igaz? Persze, hogy igaz. Meg kell szabadulnunk tőle. Mi megöltiteket, látom előre. Hogyha az ember annyit küszködik és dolgozik, amennyit nekünk kell, akkor nem bírjuk elviselni ezt az örökös itthoni perpatvart is.
Én már nem bírom tovább! Gyermekem! Hát elviselj! Mit tegyük? Ha megértene bennünket, akkor talán lehetséges volna valahogy megegyezni veled, de így... Meg kell szabadulnunk tőle! Ez az egyetlen mód. Csak azt az egy gondolatot vert ki a fejedből, hogy ez Gregor! Érted? Ez a mi szerencsétlenségünk, hogy eddig is ezt gondoltuk! Pedig, hogyha Gregor lenne, akkor már rég magától elment volna innen! Látod? Már megint kezdi! Menj innen! Menj innen! Menj innen! Menj innen! Menj innen! Vissza! Vissza! Menj! Menj innen! Menj vissza! Menj vissza! Csukd be az ajtót! És most? Ennyi lett volna. Jöjjenek csak! Nézzék meg, megdöglött, ott fekszik tisztára döglötten. Meghalt? Nos, hálát adhatunk Istennek, Szentlélek. Amen. Nézzétek csak, milyen sovány volt. De hiszen már régóta nem is evett semmit. Úgy hoztam ki az ételt, ahogy bevittem. Oh, Gregor! 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 Jaj, édes kisfiam! Jaj, milyen szép vagy! Ó, Gregor, annyira szeretlek! Köszönj már te is nekem! De jó, hogy megjöttél! Jaj! Örvend! Gratulálok. Fiam, milyen nagyra nőttél. Majd elmeséled neki, hogy micsoda gyönyörű buborék az iskolában. Nézd meg, ezt a fézet. Rengeteg. Nézzétek meg, hogy hasonlít. Teljesen olyan, mint képzelni. Jaj, hát tiszta anyja. Csodálatos. Érdekes. Micsoda a bajnál. Nézd meg a Dalias lehéz. Az ide a sapkája. Csodálatos. Igazán neki álljon. Hát igazán neked álljon. Gyönyörű tartása van, az kérdés. Annyira jó, annyira. Olyan büszke vagy, hát el se tudják. Jaj,
Csirkefúri vagy, ezt tudod. Jó, ez az jó. Tessék! Ilyen nagyon tetszik. De nem se egyébként az iskolában. Rengeteget lehajtunk rá. El se tudod képzelni. Jaj, hát tiszta az, jó? Nézd, micsoda gyönyörű bubori. Mit csinál a baj? Nézzétek, megtudom, hogy teljesen olyan is tényleg. Csodálatos. Nézd meg a sapkát. Olyan jó. Egy csodálatos. Igazán neki jár. Elutálj. Hát igazán neked jár. Gyönyörű tanulása van. Nézd, micsoda gyönyörű buborék. Hogy Oh,